Nagyon hálás vagyok a intézetnek, hogy megszervezték ezt a két napot, mert valahogy az volt az érzésem, és gondolom másoknak is az az érzése, hogy Hanki Sellemér nem halt meg, velünk van, bennünk él. És amikor a délelőtt prezentációit hallottam, kicsit el is szomorodtam, mert tulajdonképpen már mindent elmondtak, amit én el tudnék mondani. Úgyhogy ilyen értelemben véve csak olyan leszek, mint az árnyék, ami a fényt követi. Ugye azt találtam ki, hogy a Hanki Sellemér tulajdonképpen ennek a századnak a gyermeke, jó lehet, egy olyan században élt, amit hát többen megismertek saját életükből, és tudják jól, hogy nem a legkellemesebb évszázada volt az emberiségnek. Lehet, hogy a legrövidebb volt, ahogy Hobsban jellemezte, de fájdalomban, szenvedésben valószínűleg a leggazdagabbak közé tartozott. De nem erről akarnék beszélni, hanem tulajdonképpen ismétlem azt, amit már a polgármester is mondott, hogy a szellemiségét legalábbis én úgy éreztem, ez az állandó keresés, tévegés, kóborlás jellemezte, amit ez az idézet is tulajdonképpen jól szemléltet. Hogy az, és csak a végét olvasom el, hogy az élet és az ezerféle lehetőség dzsungele a számára kiáratoknak a sokféleségét, a kedvenc szavával élve alternatíváit tárta föl. És mindezt csak azért tette, hogy végül is ne jusson ki oda, ahova nagyon sokan kijutunk, ha akarjuk, ha nem, arra a bizonyos homokos vizes síkságra, ahol már nincs remény, és elemért ilyen értelemben véve azt hiszem, hogy halála után is az élteti, ami bennünket éltet, hogy reményt tudott adni, és ez a remény bennünk él. És remélem, hogy tovább tudjuk adni majd gyermekeinknek. Én határozottan Simegi álláspontján vagyok, hogy elemét nem lehet elszakítani az irodalomtól. Persze ikonoklasztikus módon volt ő irodalomtudós, nem maradt benne abba a skatujába, amit egy irodalomtudósnak kötelezően be kell töltenie. Számára az irodalom megértése volt egyfelől az alapvető feladat, de ezt soha nem szakította el az irodalom megértetéséről. És amit próbálok majd csak pusztán fölvillantani, és azért osztottam ki az egyik legcsodálatosabb verselemzéséhez az alapanyagot, T.S. Eliot Marina című versét, mert ő megfejtésre vállalkozott. Tehát számára az irodalom az mindig egy rejtvény volt, de egy olyan rejtvény volt, aminek a megfejtése az bennünk van, olvasókban. Tehát egy sajátos kommunikációs hidat hozott létre a alkotó és a befogadó között, amelynek a középpontjában ugye a műalkotás volt, de a műalkotás nem önmagában, hanem csak ebben a funkciójában létezett. És hát, mint strukturalista, és itt kihúzta a gyufát a kor kanonizált irodalomtudósaival szemben, mint strukturalista, mestere volt a rétegre bontásnak. Annak idején, amikor egyetemista voltam, én magam is alkalmaztam ezt a módszert, Dosztojevszkijnek az egyik nem nagyon ismert kisregényét bontottam szét 50 rétegre, és hát a professzorom teljesen el volt képedve, hogy voltam képes ezt megtenni, és hát a Hank is inspirált rá, és végül is nem jártam rosszul, mert díjat is nyertem vele. A rétegek bontásnak a lényege, hogy egyik réteget a másik réteg segítségével tudsz értelmezni, és mész fölfele ezen a hermeneutikai piramison. Akkor a visszafele olvasás, tehát hogy az eredményből próbálom megfejteni a kezdeteket, ez is a kedvenc módszere volt, és az igazi nagy truváj, ami ugye minden irodalom megértésnek a lényege, és később ezt alkalmazta társadalmi, majd később antropológiai problémák megoldásában is, hogy a kimondottal és a kimondatlannal tudott játszani, erre többen céloztak már délelőtt, hogy ennek volt a mester a kimondott és a kimondatlannak az egysége, és hát hol másutt valósul meg ez az egység, mint az életben, és az életnek és az irodalomnak ilyen értelemben véve volt a kiinduló pontja, mint irodalomtudósnak. És akkor itt van ez a Marina című vers, amit kiosztottam, és majd ha lesz szabad időtök, akkor javaslom, hogy próbáljátok megfejteni, mert ez egy rejtjelezett üzenet. És ugye a Elemér, aztán később is, de már itt a verselemzés kapcsán is, a heideggeri semmiből indult ki, hogy a semmiből bontakozik ki az, amiről mi azt hiszük, hogy van, de aztán a semmibe is megy vissza. És ez az oszcilláció a lét és a nem lét között, ez adja hát a műveknek is a lényegét, és nekünk is a lényegünket, akik a művekben próbáljuk megkeresni saját magunkat, akik a találkozást keresik, a költő és a találkozást keresik a másikkal, a mű által közvetítve. Ez a bizonyosság, amely egyszerre születik és elenyészik. Ez is egy kedvenc elemzési technikája volt.
És mindez kifutott oda, és ez a késői Jank is életművének a kulcsa, ez a bizonyos komplex, bizonytalan, homályos világ, amiben ugye csak tévejegni tudunk, amiben csak keresni tudunk, ami az izgalmakat kínálja, azt a bizonyos dzsungelszerűséget, amit az elején ennek a hozzászólásnak próbáltam említeni. És hát ezzel a komplexitással, bizonytalansággal, homályossággal, ezzel szembesít bennünket az irodalom, ez a vers különösen. Ahogy írja, ez egy fantasztikus idézet, a különös lüktetés, hullámzás, ahogy valami kibontakozik a semmiből, egyre inkább megvilágosodik, de közben újra és újra visszasüllyed az ismeretlenbe, a bizonytalanba, a megfoghatatlanba. A kibontakozás és elenyészés, e különös lüktetése, dinamizmusa a vers minden szintjén, és jóformán minden mozanatában megfigyelhető. Így bontakozik ki és homályosodik el, és bontakozik ki a költőben az újjászületés élménye. Így az olvasóban a vers sokszorosan elrejtett értelme. Tehát itt valóban egy villózásról van szó, mint a csillagszóró játéka, mely felvillan egy pillanatra látni tudjuk, aztán az egész eltűnik. De aztán kezdődik az új csillagszórás. Most a irodalomtudós az indulás, de mint mondtam, olyan erős lehetett, mint irodalomtudósban az életnek a csábítása, az életnek a vonzása, illetve az életnek a keresése az irodalomban, hogy ez nyilvánvalóan, ha akarta, ha nem, ez a társam elemzése irányába terelte a figyelmét, és volt már egy előadásom, ahol őt, mint szociológust méltattam, és ott fogalmaztam meg, hogy az ő attitűdjét, és Attila ilyen szempontból, amit mondott, a sok szempontból hasonlít ahhoz, amit én akartam volna mondani, de én még korábban ötvös elé helyezném a forrást, és a Széchenyibe határoznám meg. Széchenyiben jelölném ki azt a encore pointot, ahonnan voltak éppen Hank is elemért meg lehet érteni, mint társam tudóst, mert Széchenyi és utána mindazok, akikről Pók Attila is beszélt, tulajdonképpen abban a kettőségben éltek, amit úgy nevezek itt ebben a szlájdon, hogy a Zein és a Zollen héja násza. Tehát, hogy egyszerre van egy lét, és egyszerre van egy kellés, egy lehetőség. És ennek a kettőnek a szorításában, ennek a kettőnek a hát tulajdonképpen hol folytogató, hol reménykeltő szorításában, de mégiscsak nászról van szó, kell megkeresnünk mindig az életünknek az értelmét. Tehát ugyanazt a megfejtési, ugyanazt a rejtvényfejtést kell alkalmaznunk az élet jelenségeivel kapcsolatban, mint amit ő alkalmazott az irodalom művei alapján. Ugye ezek a kettőségek, amelyekről Szabó Máté is beszélt, szerintem itt az egyik legfontosabb kettőség, amely mind a mai napig rajtunk van, és feltétlenül rajtunk is marad, ez a keletnek és a nyugatnak ez a szorítása. Bármit is jelent a kelet, és bármit is jelent a nyugat, mert nyilván ezek elképzelt égtájak. A nyugaton is van kelet, és keleten is van nyugat. De mint ideál típus érték szempontjából ennek a kettőnek a szorítása az óhatatlanul átvérzi a Zeinnek és a Zollennek a kettőségét. Ugye szó volt az értékekről, az értékkutatásról. Én ebben látom, tehát ha valaha lesz majd egy magyar szociológia történet, akkor Hank is valószínűleg Varga Károly, Várinné Szilágyi Ibolya mellett, de mindenképpen, mint értékszociológus fog bekerülni a magyar szociológia kánonába. És ezek a kulcsszavak, amelyeket én, mint társam tudósnak alapvető felfedezéseként, és mind a mai napig további felfedezésekre szoruló témáiként tartom nyilván, az egyik a magyar individualizmus. Ez is egy régi téma, ugyanúgy Széchenyire megy vissza, mint az Zein és az Zollen. Ez a sajátos sem nem versenyzés, sem nem együttműködés. Ez az a fajta öröm, amit az ember akkor érez, amikor a másiknak rosszul megy. Ez egy ilyen negatív individualizmus. Ez egy olyan átok, vagy csapda, talán jobban szeretné ezt a szót, amit valamilyen módon épp őrsel keresjük épp a megoldást, hát talán megtaláljuk. A társadalmi csapdáknak a sorozata, amit leírt, ugye a játékelméletből deriválta a hősök, hiányzó hősök csapdáját, a hiányzó közösségek csapdáját, a bizalom hiányának csapdáját. És itt az a reform nemzedék, amiről beszéltünk, ugye annak meghatározó alakja volt Kornai János, és biztos, hogy a Kornainak ez a hiányról szóló korszakos műve, ez befolyásolta elemért, amikor ezt a sajátos hiány leltárt megalkotta. És hát mindenben a kettőség.
a kettős társadalom, erről már volt szó ma délelőtt. Ugye arról talán kevés, illetve a Feri beszélt erről a bevezetőben, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a Hankisnál ez a fajta oszcilláció a lét és a lehető között, ez gyakorlatot is jelentett. Tehát ő komolyan gondolta azt, hogy amit meg lehet változtatni, az meg kell változtatni, és meg kell próbálni változtatni. És ilyen szempontból, amikor ő új reformkort hirdettett, akkor azt nagyon komolyan gondolta. És ez egy olyan örökség, amit fel kell tudjunk vállalni, és folytatnunk kell. Ez volt ugye a Találjuk ki Magyarországot, Találjuk ki Közép-Európát, amiről Zsolt majd fog beszélni, mint kezdeményezésről. Ő ilyen szempontból elsődleges forrásként szolgál arra vonatkozóan, hogy Elemér mit mondott és mit akart. Amit én ezt hozzá tudok tenni a magam oldaláról, vagy a szociológia oldaláról, hogy Hankis tulajdonképpen az erőt vette észre. Ezt ugye ma úgy hívják, hogy crowdsourcing, a sokasságban lévő erő. Amikor az együttes akarat, az együttes szándék, az sokkal, de sokkal többet jelent, mint a puszta egymáshoz adód. Ez egy szinergiája az erőknek, és ez az, amit az új reformkor hasznosíthat itt Magyarországon, de valószínűleg Európában is. Ez az, ami hiányzik. Ez a közös akarat, az közös célban történő szándékegység. És a párbeszéd, ez nagyon fontos, ez kommunikációs technológiája volt, erről is sokat beszéltek ma, hogy kérdezett Hankis, de mindig úgy kérdezett, hogy tulajdonképpen mikor az ember válaszolt, akkor a szemén keresztül tudta kontrollálni azt, amit mondott. Tehát folyamatos dialógusra kényszerített. És ez a dialógus, ez tart így a halálon túl is, most is. Nem egymással dialógusban vagyunk, mint ahogy vele dialógusban vagyunk. És az utolsó dolog, amit ebben az új reformkorban én nagyon fontosnak tartok, és hát ez egy feladat, hogy hát nincs demokrácia, hogy nincsenek benne demokraták. Ezt sose felejtem el, amikor mondta, nyilvánosan is mondta, privát közlésekben is mondta, hogy hát nincs demokrácia, hogyha nincsenek benne demokraták. Mint hogy kapitalizmus sincsen, hogyha nincsenek benne kapitalisták. És ilyen értelemben véve ez nekünk egy feladatunk, hogy neveljük egymást, és neveljük gyerekeinket, hogy demokraták legyenek. És az utolsó korszaka, ez a legérdekesebb korszak bizonyos szempontból, mert ugye ez az, ami a 21. században átível maximálisan. Ezt is többek érintették, a filozófus Hankis, aki belenézett a világ kaotikus állapotába, és ebben a kaotikus állapotában kereste a rendet. Vitány Iván erről a bevezető, amit Feri olvasott fel, erről nagyon szépen és méltóképpen emlékezett meg. Ahogy az egész korszakot, amiben élünk, bizonytalanság korának, sőt egyik könyvét is így nevezte el, jellemezte, amiben hát nem tudjuk megkeresni, esetleg utólag talán ki tudjuk hámozni, hogy mi volt benne a szorszerű és mi a véletlen. De ennek a kettőnek az együttesében, megint kettősségről van szó, kell önmagunkat megtalálni és megkeresni a másikban a másikat. És mindez a befejezetlenség. Tehát az ember attól ember, hogy nem befejezett. Az evolúciónak ilyen értelemben nincs vége, sem az egyének esetében, sem a nemünk esetében. De ugyanakkor a kockázat, amit épp erről is szó volt itt Kőszegen utolsó karácsonyesti beszédében olyan hangsúlyosan kiemelt, hogy mi van, hogyha az értelmet elveszítjük, akkor az üresség és a sötétség borul ránk. És ebben az ürességben és ebben a sötétségben kell megkeresni a csillagokat, amelyek visszaadhatják az értelmet, vagy új értelmeket kell keresni. Mert, és ez a legutolsó írás, amiről már hónap lesz szó, kéziratban maradt, ugye felvetette a kvantummechanika társadalmi jelenségekre való alkalmazása kapcsán, és itten tulajdonképpen visszanyúlt a Heideggeri értelmevet kezdetekig, a 2600 év előtti filozófusokig, Anaximandrosz társaira, akik ugye belenéztek az Apeironnak ebbe a határtalan, parttalan, megszámolhatatlan kozmikus végtelenségnek az arcába, és csak saját magukat látták viszont. Tehát lehet, hogy az emberre süket és vak univerzum az azáltal lesz, hogy mi látjuk. Mert ha nem látjuk, akkor ez nincsen. Legalábbis vetette föl ezt a kérdést. Szó volt itt az analóg gondolkodásról, és a szimbolikus gondolkodásról, és ebben az utolsó írásában egészen explicit elemér arra vonatkozóan, hogy nincs okság, csak az van, amit mi gondolunk okság címen. És amit tulajdonképpen ez a világ számunkra mond, az azáltal
válik hallhatóvá, és azáltal válik láthatóvá, hogy Isten látja. És itt hagyott ránk kérdéseket, és ezekkel a kérdésekkel akarnék én magam is elbúcsúzni, legalábbis ennek a prezentációnak a korlátai között. Ezek Isten kérdések, és nem kellemes kérdések ezek, ezekkel szembenézni. Isten hol? Milyen határok közt, vagy határok nélkül létezik? Léte teljesen kitölti a mit is? Az űrt, a semmit. Miből teremtette a világot? A semmiből? Az üres mélységekből? Valami őstengerből? Mik azok a rejtélyes vizek, amelyek fölötte teremtő Isten lelke lebegett? Ő teremtette önmagát? És ha igen, miért? Miért jobb, fontosabb ez a lét, mint az előtte volt nem létezés, a semmi a nem lét? Ezek nagyon jellegzetesen hangkisféle kérdések. Ezeket a kérdéseket tette föl a Marina című vers kapcsán is. A Marina esetében láttuk az alkotót, a T.S. Eliot. Itt nem tudjuk, hogy ki az alkotó. Nagy a gyanúm, hogy mi magunk vagyunk az alkotók. Tehát ezek a kérdések, ezek önmagunkhoz intézendő kérdések. És ilyen szempontból az Isten az bennünk van. Köszönöm a figyelmet.